Hallottál már erről Steve-ről, Minecraft egyik legeslegrémisztőbb entitásáról? Ha még nem, akkor mesélek róla egy kicsit. Erről Steve egy átlagos játékos volt, és sima Steve skinje volt, mert nem tudta, hogy kell skint berakni a Minecraftban. Ezért nagyon-nagyon sokan szivatták a szervereken, amiken játszott, és rengetegszer megprankelték, megölték őt. Erről Steve-et irányító játékos egy nagyon kedves kis emberke volt, mindenkit szeretett, ám a szivatások során egyre inkább gonoszabb lett. A játékos társai pedig egy idő után kibannolták a szerverről, csak azért, hogy rosszul essen neki. Erről Steve-nek ezért csalódnia kellett egy csomó barátjában. Ezután a játékos soha többet nem játszott a Minecraft-tól. Ám valamiért a Minecraft-ok akuntja folyamatosan életre kelt és belépett szerverek saját magától. Egy idő után már nem is tudott a játékos bejelentkezni a saját akuntjába, de mégis szervereken volt online. Így terjedt el Error Steve legendája. Vajon igaz? Vajon tényleg létezik? Mi megpróbáljuk megkeresni ezt az elveszett entitást, aki mindenféleképpen bosszút akar állni minden kedves játékoson. Keressük meg, vágjunk is bele. Jó, van XC Junior, figyelj, akkor mondom, mi lesz? A lényeg annyi, hogy megtaláljuk igazából az elveszett Error Steve-et. Különböző feladatokat kell megcsinálni ebbe a Minecraft verzióba az 1.19-ben. Ó, milyen aranyos rész kis telnek vannak, milyen aranyosak. Na, az első feladatunk az lesz, hogy keresnünk kell egy falut, meg kell ölnünk az összes falusit, és fel kell gyújtanunk a falut. Kicsit gonosznak kell lennünk sajnos, de ahhoz, hogy megidézzük igazából Error Steve-et, ezt kell tennünk, rendben. Szóval menjünk szépen, üssünk ki pár fát, szerezzünk igazából egy izét, egy flint and steelt, az egy öngyújtó, és akkor fel kell mondom gyújtanunk egy falut. Oké, zsoké, rendben, akkor gyere szépen, XP, Zsó, ne, jó, akkor, jó, akkor te szerzed a kajákat, mert úgy látom, hogy a gyilkolás az neked nagyon szimpatikus. Rendben, ugye a falu is akar, se lesz neked problémát. Ne, jó, ne páncsálj, akkor olyan mondom. Kell mindenféleképpen nekünk sok vas, ugyanis levélre is lesz szükségünk. Flint itt lehet, hogy bánya, bánya, gyere, XP Junior, itt a bánya. Gyere, üsd addig a sódert, amíg nem lesz flint, jó, gyere szépen. Gyorsan megcsinálom igazából az első csákányt. Üsd a sódert, ameddig izén nem kapunk cuccot. Így né, én pedig akkor szépen addig csinálok csákányt. És vasra lesz mindenféleképpen szükségünk. Megvan a flint, megvan. Ó, nagyon kedves vagy. Ú, 10 darab, jó, oké, nagyon ügyes vagy. Rendben, akkor keresünk mindenféleképpen vasat. Te is szépen ütöges ki a cuccokat, és akkor izé. Ó, micsoda, itt egyből van vas. XZ-on ne öld már az állatokat, ez nyaggasztja a fülemet folyamatosan. Most elfettél? Elfettél? XZ Junior, figyelj, ide figyelj el. Ez egy fontos dolog, ne trollkodjál, ne trollkodjál. XZ Junior, XZ Junior, utoljára szólok, ne trollkodj. Komolyan mondom, soha nem fogjuk megtalálni Steve-et. Gyere szépen. Szóval itt van jó sok vas, ennek örülök igazából. Szóval ez tényleg hasznos lesz nekünk a későbbiekben. Szóval van, itt szépen össze is kraftolom akkor a cuccokat. Itt is van a kemence. Jó, ezt valahogy ki is égetjük szépen a vasat. Így néz. Ezután pedig szépen keresünk egy falut. És hát, ja, fel kell gyújtanunk a falut, bármilyen szomorú. Figyelj, XP Junior, lassan lesz az este, viszont én csináltam nagyon szépen ilyen izét. Nagyon szép ilyen vágó ollót. Ezzel jó sok ilyen blokkot ki kell szednünk, és ebből kell majd egy ilyen idézőt építenünk, szóval azt gyorsan csináljuk meg, így né. Ennyi szerintem kb. Elég is lesz, illetve most, hogy van flintem, meg tudom majd szépen csinálni magamnak a fantasztikus, így jó, ez jó is lesz, egy gyönyörű öngyújtó. Ezek meg is vannak így gyönyörűen, és akkor menjünk szépen, és keressük egy falut. Jó, van, itt is van a falu, már mondjuk mindjárt reggeledik, az a baj. Rendben, figyelj, XZ-ről elmondom, mi lesz a feladat. Neked meg kell az összes falusit, csak óvatosan, nehogy megöljön a izé, a vasgólem. Én pedig akkor. Hát sajnos elkezdem felgyújtani a szegény falu. Nem szép dolog ilyet tenni szegény falusiakkal, de hát most ez van. Most muszáj izé megszereznünk igazán, hogy találkozunk Error Steve-vel. Szóval mindenféleképpen ezt meg kell csinálnunk, így né. Ezt a házat is sajnos felgyújtjuk, így né az egészet. Aj, sajnálom falusi, de te is elégsz, így né. Oké, még azt is szépen felgyújtom. Az egész falu el fog égni gyönyörűen, és utána pedig hát sajnos kezdődik minden. Jól van falusi, sajnos te is meghalsz, égjél sajnos. Így né, ezt is felgyújtjuk. Ezt is felgyújt. Igen, srácok, Error Steve-nek sajnos ezt kell tenni, hogyha szeretnétek vele találkozni. Muszáj felgyújtani egy falut és meg kiírtani az egészet. De hát most ez van, ez úgyis csak egy falu. Még van sok szerencsére a Minecraft világban. Remélem nem fog ránk megharagudni ezért, no. Jó, az egész falu ég. Hogy állsz, XP Junior? Megölted a falusiakat most már? Jó, rendben, rendben. Jó van, és most, hogy ég az egész falu és minden felgyújtottunk, minden ég. Itt az idő, hogy megcsináljuk az idézőházat. Az idézőház igazából egy kisebb ház. És meg kell építenünk egy ilyen kockát, ami 1-2-3-4-5-ször, 1-2-3-4-5-ször, szóval egy 5-ször-5-ös kocka, így né. És középen ablak helyett pedig ilyen izé van, lomb. Hú, már az eső is elett, jól van. Akkor kezdünk jól állni, XP Junior, kezdünk jól állni. Kell még mindenféleképpen fa, és közepére is pedig egy ilyen falomb kell. Oké, gyere szépen, XP Junior, ne, gyere szépen ide, gyere szépen ide. Be kell fednünk magunkat, és várnunk kell reggelig, amíg igazából lenne még az egész falu. Gyere szépen, így. És akkor
akkor reggelig várnunk kell, gyere szépen, így, né. Jól van, ez az idézőkocka, úgy hívják, és most várnunk kell. Oké, jól van, oké, elkezdődött, szerintem elkezdődött most már. Itt amúgy, ez itt egy tábla, vágod? Ezt elraktad ide ezt a táblát? Meg amúgy itt egy csomó tábla, nézd, az van rájuk írva, hogy error 404. Jó. Isten, gyere ki! Még te, kijöttél? Várjál, oké, jó, rendben, wow. Jézusom, meg itt mi történik? Mi? Ott van error Steve! Jézusom, itt egy csomó tábla, mit csinál? El akar minket fedni! El akar minket keríteni! Gyorsan, menj, ott a kiárad! Gyorsan! Menj, ott ki tudunk jutni, akkor erre! Nehogy befedjen minket! Menjünk! Ne! Mi történik? Nem, már az eső is elered! Gyorsan! Bekerített minket teljesen! Mit csináljuk, XP Junior? Mi az Isten ez? Vigyázz, lő valami Ender cuccokat! Ott van! Error Steve, engedj ki minket! Az mi? Egy hatalmas hív fedezékbe! Ne! Vigyázz, izé! Jó, oké, bújjál valamire, fedezékbe! Gyorsan, oké! Jó, rendben, oké! Valamit varázsol, vagy nem tudom mi ez! Úgy azt, hogy ezek az error varázslatok! Jó van, oké, nagyon varázsoljon, rendben, oké! Mi? Abba hagyta! Jó, nem, még csinálj, gyorsan bújjuk el itt erre valamire! Eltűnt, hol van? Mit csinál? Mit fog csinálni? XJ Junior, ásd ki magad, kérlek. Szerintem ez így nem jó, nem? Olyan, mint hogyha az egész falut elkezdeni elárasztani lávával. Valamerre ki kell jutnunk. Oké, merre menjünk ki? Oké, várj, ki kell tankolni, erre nem tudunk már kimenni. Jó, próbáljuk erre felmenni. Jó, micsoda? Ott is folyik! Ásunk át, jó, próbálj átásni, pedig annyira akarok feljumpolni. Úrsa, növeli a lávaszintet. Oké, próbáljunk kiásni, próbáljunk kiépítkezni. Jó, gyorsan, srácok, menekülünk, ez rossz ötlet volt erről Steve-et megidézni. Jó, van, menjünk innen. Mi tört? Úristen! XJ Junior, fuss, gyorsan! XJ Junior, hogy áll a kiásás? Nem megy. Mi az, hogy nem megy? Oké, figyelj. Rendben, ez eléggé rosszul lesz, nem baj. Várjál, itt esetleg itt a víz alatt. Ne, nincs időnk, gyorsan, itt is izé, itt ki tudunk menni. Gyere, áh, gyorsan, ki tudunk úszni. Ez az, jó, melkülk ide. Ez az, jó, melkülk ide. Jól van, oké, srácok, hát ez nem volt túl könnyű. Az egész falut ellepte konkrétan lávával, Jézusom, hogy folyik le. Jól van, melkülk innen, srácok, hogy gyorsan még el tudunk menekülni. Szerintem előle. Jó, van, oké, XJ, elmenekültünk nagy nehezen. Gyere, menjünk el ide szépen a bányába. Ó, itt erre szépen, itt biztonságban vagyunk szerintem. Ó, hála az égnek. Nem tudom, ez az Error Steve, ez nagyon-nagyon veszélyesnek tűnt, XJ, az nagyon brutális. Kéne mindenféleképpen még fákja nekünk. Nem tudom, hogy nálad szedtél szenet, vagy valami amúgy, mert az jó lenne most nekünk. Jó, van egy szetem. Ó, ez is jó ötlet, rendben. Kicsit menjünk, bányászunk kicsit lent. A bányába szerintem biztonságban lennénk. Hát, ja, a gyémánt azért jó lenne annak érdekében, hogy hát nem sok, de 8 darab valamire csak elég lesz. Ott volt, láttam. Nem hiszem, itt sötét van, nem láthatnál semmit errefelé. Menjünk inkább csak szépen tovább, jól van. Jaj, menjünk szépen. Láttam a nevét. Tényleg itt volt valaki. Jó, menjünk tovább, nem állhatunk meg. Ó, ez egy zsákutca. Menjünk akkor vissza, menjünk inkább vissza akkor. Aj, ez nem vicces, komolyan mondom, nem erre számítottam, azt mondom, hogy Error Steve nem ilyen veszélyes, csak azt mondom, hogy egy legenda. Jó van, srácok, gyerünk, oké. Jó, biztonság. Ott van gyémánt, vagy ez nem gyémánt? De ez gyémánt, nem. Várj, itt még a Vorda is itt van, oké. Menjünk inkább balrébb, szerintem ez nem jó hely. Menjünk inkább balrébb. Jó van, itt nem fog minket szerintem megtalálni a Error Steve, mert nagyon-nagyon távol vagyunk, és szerintem itt biztonságban. Ez mi? Ez micsoda? Oké, ez nem tűnik túl jónak. Oké, jó, fiam, menjünk fent, ez úgy látom, hogy redstone block, meg glowstone lenne. Mi az Isten, ezt komolyan mondom. Mi ez az egész, én ezt nem értem. Jól van, oké, de arra nem fog meg itt beszalítani minket, meg ilyenek. Jó, menjünk csak szépen megint visszább, így szépen fel. Vigyázz, valami megint itt van. Lő minket, mindjárt meghalok. Jó, fedezékbe. Oké, gyere errefelé, itt biztonságban vagyunk. Itt nem látok minket, oké. Mi az? Itt van! Mi az Isten ez? Vigyázz! Mi az Isten ez? Jézusom! XJ Junior, ne! Várj! Jaj! Steve, várj, Steve! Állapodjunk meg! Csak engedd el a fiamat, kérlek! Várjál, légy szíves, ne öld meg, légy szíves! Steve, figyelj, megállapodhatnánk, hogy nem bántasz minket. Bármit megteszünk cserébe. Figyelj, nagyon félünk tőle, csak ne bántsd a fiamat, bármit megteszünk. Akkor. Ezt építsétek meg nekem. Jó, mennyi időnk van? Nem elég.
Oké, okay. Az micsoda, mit kaptál, XP Junior? Számítógépet, kerékszám. Ez gépet? Oké, rendben, menjünk vissza a felszínre. Úrsa, nagyon villámlik. Jó van, kezdjük el szépen, menjünk fel a felszínre. Építsük meg ezt a gépet, nem tudom mire jó, de nem akarom, hogy meghalljál, XP Junior, szóval menjünk szépen fel a felszínre, és kezdjük el építeni ezt a gépet. Innen viszont szedjük ki pár reston blokkot, mert későbbekben jó lesz majd nekünk, hogyha legalább lesz reston blokkunk. Gondolom, az is kell a gép, ez nem? Mit ír a feladat, XP Junior? Oké, rendben, kettő, jó, menjünk szépen akkor fel, és építsük meg szépen ezt az egészet. Oké, legalább feljutottunk épségbe, XP Junior, kezdjük el építeni a gépet, nem, kérdezettem az hozzávalókat. Tényleg nem tudom, mire jó ez a gép, de remélem, hogy semmi rossz nem fog történni, hogy ezt megépítjük. Jó van, gyorsan, itt összedobom a izét, az alapokat, rendben, így, és akkor ehhez kell mindenféleképpen reston, vigyázz, XP Junior fiam. Jó van, ezt meg átalakítom sima restonná, és ha jól tudom, csinálunk kell egy végtelen jelet, szépen, köszönöm szépen, rendben, oké, ezt szépen megcsinálom, és akkor említek, hogy csinálok ide egy reston fákját, akkor ebben végtelen jelet tudok csinálni. Ó, nézzük, oké, megvan a végtelen jel, rendben, és akkor említek, ezt hozzá kell kötni majd szépen ez a cucchoz, csak mondjuk így, né. Így, ezt szépen hozzákötjük az egyikhez. Most sietnünk kell, azt mondta, hogy így sincs sok időnk. Jó, kéne még egy darab ebből, mert az mindenféleképpen szükség lenne rá, így. És akkor ezt be kell kötni, nagyon jó. Így, oké, rendben, csak nem ér ideig a reston jel. Jól van, oké, itt megduplázom a jelet, hogy azért ne fáradjon el a jel, így né. Jó, már ez is elkezd legalább aktiválódni. Úgy, nagyon ügyes vagy, jól van, és ezt is így tovább kell vinnünk. Oké, illetve ide is be kell vezetnünk ugyanazt a reston jelet sajnos. Így né, mondjuk ez lehet inkább jobb lenne ide. Így, oké, így jó lesz. És elméletileg ennek is szépen működnie kéne, és ezeket össze kell kötni így, egy ilyen alakzatba, így né, mondjuk nincs erre elég blokkom, de nem baj, kipótoljuk ilyennel. Oké, akkor azt javíts ki, és szépen felépítkezek, és ezt meg kell gyújtanunk körülötte. Még van flintet, fiam, még ezt a reston blokkon kívül meg kell gyújtani ezt az izét körbe. Vagy meggyújtsam én, hogy adod, akkor meggyújtom. Oké, így, igen. Még a többit is úgy, ügyesen. Jól van. Oké, és akkor várjuk meg, hogy ide fog-e jönni, és akkor mit fog hozzá szólni. Jó van, már lassan elalszik az összes tűz, nem tudom akkor mi történik, lehet, hogy akkor fog megjelenni, hogyha eloltódott. Jó van. Oké, XZ, maradj a közelembe. Ott van. Szia, Rosti! Köszönöm, hogy megépítettétek! Igazán nincs itt, akkor békén hasz minket? Persze! Jó. De terrorizálni fogok mindenki mást ebben a világban! Miért? Mit csinál ez a gép? Ezzel átjuthatok akárkinek a számítógépére! Mi? És megöltem! Micsoda? De kell állítok, XP-ről, mit csináljunk? Micsoda? Mi? Oké. Mi mondjad. Állj oda! Oké. Van át TNT. Jó van, hallom már, hogy aktiválódik a gép, rendben, oké. Köszönöm, XP Junior. Jó van, oké. Steve, figyelj! Error Steve! Még az a blokk az ott a mögötted kimaradt igazából, azért hozzá kell kapcsolni a géphez. Hát ez itt! Jó van, oké. Gyorsan meggyújtom. Szevasz! Jó van, oké, futás, gyere a bányába, ide lentre! Gyere, XP Junior! Oké. Van egy ötletem, még van egy nagyon régi legenda, ami szerverekről terjedt el, az úgynevezett Nether Portál csapda, amiben remélem, hogy ezt a Steve és el tudjuk ejteni. A csapda lényege, hogyha valaki igazából átmegy a Nether portába, akkor igazából közben nem tud parancsokat írni. Szóval remélem, hogy azt meg tudjuk gyorsan építeni. Jó, vigyázz! Oké, jól van, menjünk szépen, lekeressük lávát, és építsük meg a Nether portát valahogyan. Jó van, gyere szépen, oké, így ássuk ki ezeket a blokkokat. Így, ezeket még szépen így föntebb kell építenünk. Jó, azt, hogyha meg tudjuk építeni, akkor nagyon jók vagyunk. Remélem jó lesz, és gyorsan elkezdem építeni akkor a Nether portát. És akkor készüld a meggyújtásra, jó? Készülj a begyújtására majd. Remélem működni fog a taktika. Jó, még kettő darab blokk. Megint villámlott. Közeledik. Jól van. Oké, gyerünk még. Ide kell egy, még pár kell. Mondtam, mi a terv, srácok. Nézzétek, ha meggyújtunk egy portát, akkor bejövök, és bár a gyomot a T betűt, nem tudok semmilyen parancsot beírni. Az lesz a terv, hogy mikor megjelenik. Ha, már itt jön. Gyere, tegyünk úgy, mintha át akarnánk menni. Átmegyünk, bi. Oké, gyorsan. Oké, jó, oké, még pont is. Van, na mi van, nem bírsz varázsolnak ilyenek? Na itt fogsz a Minecraft örökké valóságig szenvedni, te rohadék! Jaj, mit csinálsz? Ez mi? Mi történik? Valami itt fönn történik. Ez mi? Ez fekete lyuk! Egy fekete lyuk! Úristen, beszív minden! Ne! XZ Junior! Próbáljunk kimenni! Ne! Ne! Meg fogok halni! Ne! Segítség! Mindegy! Akkor is bezárva marad engem, nem ért? Micsoda? Kiutott! Ne! Mi, srácok? Kidobott a világ!
Kidobott a világ, Jézusom, várjátok, visszamegyek gyorsan. Jó, remélem nem történt semmi baj. Jó, nézzük, gyerünk gyorsan. Remélem még benne maradt izé Errol Steve. Benne maradt Errol Steve, mert ha nem, akkor nagyon nagy baj van. Isten, srácok, minden szétszedett és... Ne, megszökött, Jézusom, vajon hol lehet? Ó, srácok, ha szeretnétek, hogy megkeressük és visszamenjünk és megpróbáljuk megállítani, akkor csapassatok egy like-t, és segítsetek engem, a következő videót találkozunk, én XP voltam, sziasztok!